bemutatom nektek a jelenlévő főszereplőket, mert én csak mellék a szereplő vagyok. Markovics László, Orvosos és Szélelnöke. Középen Nagy Miklós úr, hát azt hiszem a új főnökünk, ha jól látom. De nem vezetője, Domjai László úr, aki szintén szeretettel szolgálja a csapatunkat most már elég jóra. Benne Ferike, akit ismerek 100 éve, és aki az édesapja, az nekem. Ezért olyan szám volt, az újságíró pályafutásom, egykori újságíró pályafutásom során azt mondta, hogy tegyesen nyugodtan, és élete egyik nagyobb élménye volt, hogy a csodálatos papáját ismerettem személyesen majd barátként. Van egy center, akinek szívesen cserélnék, mert mindig arra vágytam, hogy Vasas center legyek, sajnos nem volt a ügyes. Ez Esi Robertnek hívják. Hajrá, Armata! Látom a fiútnak is tudnak. Leültök, gyerekek? Leültök, hogy... És van egy kapusunk, aki akár még gondolja, hogy tudom, hogy Panyenkával, úgyhogy ugye az egyetre áll, mert meglátjuk. Jól lente. És lesz majd egy lehetőség, hogy mindent átbeszéljünk. Előtt odaadom a mikrofont Markovics Lászlónak, mert szerintem megmondja, hogy majd mit veszünk, vagy nem. Lehet, hogy mikrofon nélkül, csak azért, mert hogy kevésbé legyen ez hivatalos, hiszen fontosítanék, amit a Gábor mondott, hogy én is mellékszereplőként vagyok jelen, és ezt nem azért mondom, mert bármilyen, mondjam, szerény lennék, hanem tényleg úgy gondolom, hogy a főszereplők azok az asztalnál ülnek, és az a két főszereplő, Nagy Miklós ügyvezető tulajdonos és Nagy György többségi tulajdonos, ők azok, akikre támaszkodhatunk, a Vasasi Szél is támaszkodni fog a jövőben, és minden támogatást megad a számukra. Nagy Miklós, de további van Miklós, hiszen tényleg nagyon, de nagyon korrekt, és jó viszony alakult ki közöttünk. Én azt mondani, hogy ma már majdnem, hogy baráti viszony. Ő írt meg arra, hogy esetleg itt az ankét elejére egy 5-10 percre jöjjek el, és hogyha esetleg van kérdés, akkor válaszoljak rá, és mondjak néhány gondolatot. Ezért Miklósnak azt mondtam, hogy természetesen a meghívását elfogadom, de én a Vasas Esztinek vagyok a vezetője, nem a foci klubnak. Hadd erősítsem meg azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a Vasas Esztét, ha lehet így fogalmazni, főszerepet vállalt abban, hogy két új tulajdonos érkezzen a Vasas Futball Klub élére. Két olyan tulajdonos, aki ezer szállal kötődik a Vasashoz. Nagy György, aki a Vivo szakosztályunknak az elnökségi tagja, a támogatója, aki e-sportolója a klubnak, akinek a lánya, a Nagy Laura most nyert ifjúsági olimpiai bajnoki címet, és ott is azt merem mondani, hogy nem csak munkakapcsolat, hanem barátság köt a Gyurihoz. Miklósnál pedig én azt gondolom, hogy önmagáért beszél az a fajta odaadás, az a fajta önzetlen támogatás, amit nyújt most már elég régóta megmentve az akadémiának a működését, és azóta pedig szerintem elképesztő óraszámot töltve, hogy a Vasas labdarúgása előre menjen. Tehát én ezúton is köszönöm neki, hogy tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a legnépszerűbb és az első számú sportága a Vasas Sportklubnak előrefelé haladjon és sikereink legyenek. Végül is azt gondolom, hogy a továbbiakban nagyon fogok drukkolni. A Vasas Esztinek igazából operatív szerepe nincs a Vasas labdarúgásában, döntéseket nem hoz. Mi egy dologban tudunk és próbálunk segíteni, az a létesítmény fejlesztés, a fenntartás és a jövőbeli fejlődésnek a biztosítása, amit teljes mértékben összhangban fogunk véghez vinni itt a közeljövőben. Tehát nem marad más, mint én is, akár szurkolóként drukkoljak a csapatnak, és tényleg az új szakmai stábnak, a játékosoknak pedig tényleg nagy sikereket kívánjak, és tényleg elégessük azt, hogy újra az első osztályban játszasson a Vasas. Ha kérdésetek van, akkor tegyétek fel, azért itt a többséggel szoktam beszélni, találkozunk, vannak barátok is, akik itt ülnek köztetek, de ha gondoljátok is van kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm a meghívást, Miklós. Köszönöm.
Bocsássuk meg, bocsánat, egy pillanatra fordítsuk meg. A Lacinak el kell mennie, neki egy kicsit szűk az idő. Ha van kérdés hozzá, akkor azt viszont most tegyétek föl neki. Parancsoljatok. Itt két kérdésem lenne, ha szabad visszatérni, mert tavaly beadtunk több száz szurkolóalájásába, ez a te kompetenciát, hogy az új vasas város keretében a Béke utca felől megmarad az a két kis régi épület, akár funkció nélkül. Nem kaptunk el választ sehol, semmilyen szinten, ez egyik kérdés majd, ami történt, tehát nem kaptunk el se írásba, se szóval. Második kérdésem viszont egy kicsit közkeletű. Köszönöm, hogy beszélgettem. A csarnokban, ahol vannak a bűnközőink és a többi a kézgat a csarnokat, ahol bejárunk ott a Nagy Aurába, miért tűntek el az olimpikonjait? Mert az képvilágban nem illetve a közképbe, vagy nem tudom milyen profil van. Ezen a kérdésemmel akkor esetleg, ha kell, akkor közműködtetást csinálunk, vagy esetleg a szurkolók között, de visszakerüljenek, ugyanis a mai gyerekek, a régieket, a külsőséget nem ismerik. Akik oda bejárnak, azok a kipilik, meg a kubarások, a szülők is mindenki hiányolja, hogy miért tűntek el a hanuban szólni, hát az összes olyan, ami addig kín volt. Jó, ez a két kérdésem lenne. Köszönöm szépen. Akkor meg kell akárszani. Ha nem válaszoltuk, akkor elnézést kérek. Mi sem vagyunk tökéletesek, tehát lehet, hogy elkerült a figyelmünket. Vasasváros kapcsán rengeteg lépést teszünk annak érdekében, hogy a 3,5 hektáros terület fejlesztésre kerüljön. Több koncepció készül, éppen most van napirenden, és ahogy említettem, az új két tulajdonossal közösen és nagyon szorosan együttműködve szeretnénk ezt a 3,5 hektáros területet fejleszteni a jövőben. Remélem meg lesz az anyagi lehetőségünk is, tényleg tovább tud bővülni a labdarúgó infrastruktúra, és esetlegesen természetesen más sportágaknak a létesítmény fejlesztése is. Az, hogy mi tud maradni ezen a 3,5 hektáros területen, erre még korai lenne válaszolni, de akkor, ha megengeded, akkor most mondom, figyelembe fogjuk venni, de a garanciát nem tudok vállalni arra, hogy az megvalósuljon. De ez nem csak rajtunk múlik, vannak építési szabályzatok, egy arcolat, van a tervezők, van építészet. Én azt gondolom, hogy azért, amit a szurkolói klub, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy van egy szurkolói klub, ami az alapszabályunkban benne is van, benne foglaltatik. A szurkolói klubnak a mindenkori elnöke a közgyűléseken részt vehet. A szurkolói klubbal én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk. Bármilyen kérdés megfogalmaznak, akkor mi azt komolyan veszik és foglalkozunk vele. Tehát természetesen, ha ez tőlük is jön, és szerintem lehet, hogy jött, akkor mi erre oda fogunk figyelni, de erre garanciát nem tudok vállalni. A másik az, hogy azért azt tudjátok, hogy a Vasas mindig nagyon figyel, ha ezt a stadiont megnézitek, hogy visszaköszönjön a vasasosság. Tehát én azt gondolom, hogy akár születésnapi képeslapokban, akár névadásban rengeteget teszünk azért, hogy megbecsüljük a múltunkat, a hagyományunkat. Az, hogy most átmenetileg esetleg, mert ez még nem dőlt el, a felújítás kapcsán, tehát azt hozzá kell tenni, hogy az edzőcsarnokot felújítottuk, átalakítottuk, a mellékhelység, WC mellékhelységet nagyobbítottuk, átalakítottuk a büfét, tehát volt egy átalakítás, új gépészet került be, ezért értelemszerűen az építkezés során ezek lekerültek, hogy megóvjuk az olimpiai munkáikat. Az, hogy visszakerül, azt se tudom még 100%-osan, hogy ilyen formában, de nem mondom, szerintem te is tudod, hogy mennyire megbecsüljük a múltat, és ez nem is kérdés, hogy erre törekszünk. Jó? Van még kérdés Pacihoz? Nincs. Akkor hajrá Vasas. Köszönjük. Köszönöm. Főszereplők törzsöket ülnek. Nem leülök még lehát. Mielőtt kérdéseket tennétek föl nekik, szeretnénk, hogyha Molnácsoló barátom, a Vasas Szurkolói Klub nevében, az esemény szervezője nevében néhány szót mondanak nektek. Kérdés neki is tőle pedig, már bászolgóság fog, úgyhogy... Sziasztok! Használom a mikrofon, mert nekem már mondták, hogy nem lehet a tátus semmit hallani. Én nem nyújtanám hosszú, itt igazából csak egy köszöntőről lenne szó, én egyrészt köszönöm nektek, akik eljöttetek ide szurkolóként, és együtt tudjuk prezentálni a megjelenteknek, hogy milyen fontosak ők nekünk. Egyrészt ezt most látom, hogy szép számban is vagyunk, és már van álló helyünk is, úgyhogy jó, hogy itt vagytok, srácok. Másrészt egy
rövid köszönetet mondanék ide, nem tudom kit, ami illet. Miklósétnak, mint a tulajdonosoknak azt a rengeteg pénzt, energiát, időt, amit beletesznek abba, hogy a csapat jobb legyen. A vezetőknek, az RC dolgozóinak, Krisztályiknak, Lacinak, mindenkinek azt, hogy előpróbálják mozdítani azt, hogy visszakerüljünk oda, ahol vagyunk. Fejének pedig és a játékosoknak meg annyit szeretnék csak mondani, hogy ez egy nagyon családias, befogadó és meglehetősen támogató közeg. Bármilyen pici pozitív dolgot tudunk díjazni, tudunk lelkesedni, és hát előbb-utóbb el fog jönni az idő, amikor közösen fogunk tudni örülni az eredményeket. Én csak ennyit gondoltam, úgyhogy átadnám a szót a Vagyon. Nagyon messziről indulunk, ezt pontosan tudjátok, nézem a pólót, akit láttam annak idején sírni itt a pályán, amikor lerakott egy koszorút erre a zöldjepre. Átértünk nagyon sok mindent, tudjátok, nagyon jó, miről beszélek. Zokogtunk egy párszor meccsek előtt, meg meccsek után, meg meccsek alatt is. Ezt ti pontosan tudjátok, és átértétek. Még, nincs még egy ilyen klub a fővárosban főleg, de szerintem Közép-Európában, amelyik ennyiszer volt ott a nagy lehetőség kapujában, és ennyiszer bukott el. Legutára éppen a Ferencváros gyönyörű új pályán egy rossz egyes miatt. Biztos ez a sorsunk, vagy ez egy az utunk, nem tudom. 10 éve volt az esküvőm, ezt merévét, hogy nem volna nevesse az életemet. Ezt most csak azért hozom szóba, mert kaptam egy, a Markocsasztól kaptam egy NASA játékot. Egy szurkoli anketnak a bekeretezett, amit lehet, hogy ti is láthatok, a Mészői Kálmán és Farkas János és Iász Kálmán búcsú meccsének a plakátját megkaptam. Bekeretezve, gyönyörű szép egyébként, nagyon szoktam nézegetni nap, mint nap. Gyönyörködöm benne, hogyha éppen is ott van a feleségem, és mindig erőt merítek belőle, és én akkor 14 éves voltam, amikor ez az antén könyvét a kispadon Baroti Lajos ült éppen akkor. Elég jó csapatunk volt, azon a tavaszon azt hiszem volt egy pályavató, sőt egészen biztos Ferencváros csapatnak a pályavatója. Nem is vehet őket egy óra, pár héttel a kapcsolatban. Na mindegy, szóval hogy irigyeltem azokat az embereket, akik a Transville, jól idézem, a Transville kultúrháznak a termében ültek és nézték Farkas Jancsit, Mésző Kálmánt, Iász Kálmánt, Baróti Lajos, ők már nem játszottak, akkor a búcsúmásra készültek. És az volt a fejükben, hogy talán most valami itt indul, vagy valami készül, és így is lett, mert aztán a Lajos bácsi fél év múlva elköszönt innen, és jött egy bizonyos Iroszki Rudolf, aki 3 év múlva bajnoki címet vette a csapatunkat. Gyerekként ezt, hál' Istennek, meg vasas játékosként átélettem. Nem tudom, lehet, hogy ez talán a túl lelkesedésem volt, de most talán azért ülünk itt ennyien, vagy így, mert lehet, hogy valami annyit alapul, nem tudom. Talán hinni akarok benne, hogy így legyen. És még egyszer arra kérlek benneteket, hogyha Békés Csaba vezet 2-0-ra, vasárnap, akkor gyerünk 3-ra, hogy csak mondom, de akkor sem ilyetek el kiabálni senkinek. Tettünk ilyet. Végigszemettük az őszt. Elverni a mikrofontől. Jó. Végigszemettük az őszt. Tudjátok, milyen meccseket láttunk. Láttuk a csapatot szenvedni, magunkat szenvedni. Borzalmas volt. Tényleg borzalmas volt, és nem mindegy vagyunk. Meg átéltük az elmúlt évek évtizedek hűlődését. Én azt szeretném tőletek kérni, meg magamtól is, meg a Csavitól, meg a Szurkoli Klubtól, meg az Armatas fiúktól is, hogy akik egy felesleges mondani, mert ők tényleg ott vannak, amikor akkor is, hogyha szenvedünk a Ajka, vagy nem is tudom. Borzalmat elnézést az Ajkaktól, de tényleg, ez nem a mi utunk, de mégis itt vagyunk, hogy álljunk a csapat mellé, és álljunk a Miklós mellé, mert lehetett volna itt ezen a zöldjeppen, amelyik itt van tőlünk pár méterre, egy középkörben egy ejtő erős ember például, akit tettek volna ide valahonnan fentről. Lehet, hogy olyan tulajdonosunk, ezt csak úgy értem, hogy mondok nektek. És nem politizálni akarok, ez nem politikai mondat volt. Látjuk, hogy ki, hol, mit csinál, melyik klubnál. Azt hiszem, ti is tisztában vagytok vele, hogy milyen körülmények között játszik a Vasas. És hogy ez a magyar futball gyakorlatilag milyen. Na mindegy, ezt hagyjuk. Szóval, a Miklós a biztosíték arra, és ezt most tudjuk tőlem komolyan, hogy ez a Vasas marad. A jövőnk itt ül. Bízunk benne. És más kocsit lehetünk, mint hogy szurkolunk, kiabálunk, aztán reménykedünk abban, hogy ősszel jön a Ferencváros nevű csapat, bajnoki meccset játszani idősön, meg az Újvás nevű csapat, és Felike majd üzenet vissza a gyerekkori barátainak, meg a papa rajongóinak, hogy mi vagyunk a jobban. Úgyis a játékosokat hozzuk őtől óraszámosan. Gyakorlatilag a nevelegyesült művet az Újvásnak, ugye elnézem.
Szóval én csak ennyit akartam mondani, hát még egyszer mondom, én nem vagyok se sajtófőnök, se kommunikációigazgató, én most csak azért beszélek itt hozzátok, és azért ülök itt, mert tisztelem ezt az embert, és tisztelem azt, amit csinál. Végigkövetem az akadémiánál, amely ugye hát olyan fiatal, hogy Siófok nevű gyönyörű helyre került majdnem az összes gyerekünkkel együtt, talán képbe vagytok, hogy miről beszélek. Na most, ha ő nem jön, akkor nincs. Nemhogy kiemelt akadémia, azt tudjátok, hogy azóta kiemelt akadémia, amit azt gondolom tudjátok, hanem semmilyen akadémia nincs. Úgyhogy nem szerelmet voltam neki, ne rémjöttek meg a nevetszettel továbbra is, de én nagyon nagy hiszek benne, és hiszek abban, amit csinál. Amit csinálnak, inkább így mondom, jó? Hajrá, Vasas! És most odaadom, hát nem, felé adom a mikrofont a Miklósnak részvés, és fogjátok szeretettel a Vasas színpadán, Nagy Miklós. Talán még működik is mikrofon. Olyan terhet rakott rá magából, hogy nehéz megszólalni ezek után, nagyon jól esik. Bocsánat, a Neymarról én is beszéltem, hogy azzal tárgyalsz most. Igen, de nem kellett volna elárulni. Megtaláltuk a megfelelő embert, azt gondolom, aki felkonferálja ezeket a dolgokat és levezesse. Köszönöm szépen ezt a bizalmat, meg ezt a szeretetet, amivel fogadtatok, és amit egyébként megkapok nap, mint nap nagyon sok helyről, de sok erőt ad, és úgy gondolom, hogy megfelelő motivációt biztosít, nem mint elnék, hogy nem lenne bennem, de nagyon fontos a visszaigazolás nap, mint nap. Úgyhogy ezután is köszönöm nektek. Én úgy gondolom, hogy ez a mai este az arról szól, hogy legyen interaktív beszélgetés. Hiszen, hogyha valamilyen közleményt vagy mondandót szerettünk volna megfogalmazni felétek, akkor valószínű, hogy akkor ezt megtettük volna más formában is. Hál' Istennek elég nagy az érdeklődés mostanában a Vasas irányába. Talán tettünk is ezért az elmúlt egy-másfél hónapban. Ígérem, hogy még fogunk is. Megvan a módunk arra, hogy kommunikáljunk a médián keresztül és a saját felületeinkkel keresztül. És viszont ez a rendezvény, aminek nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban megjelentetek és megtiszteltetek minket. Ez talán arról szól, hogy legyen egy interaktív, egy közvetlen kommunikáció. Sokatokkal megvan, nagyon sok ismerős arcot látok itt a teremben. Igyekszem is mindenkivel akár személyesen is kapcsolatot tartani. Elnézést, akinek nem tudok válaszolni záros határidon belőle, megszoktam tenni, remélem sokan megerősítetek ebben. Nagyon sok kérdést kapok, vannak visszatérő kérdések, talán ezeket most itt majd tudjuk tisztázni. És hát több eszámban beszélnék, mert van két lennek úgy igazolásunk, akik remélem jól választottunk, amikor őket hívtuk, és szerintem bizonyára tesznek kérdéseitek hozzájuk. És hát itt a szakmaistának az egyik vezetője, a vezetőedzők, akik szintén azt gondolom, hogy bizonyára lesznek kérdéseitek. Ne legyünk szégyenlősek, az időnk az korlátozott, tehát próbálunk majd hatékonyak lenni. Bízok abban, hogy Gábor is ebbe segít, hogy ezt hatékonyan és... Én már fog beszélni. Te már fog beszélni. Akkor majd a magam lábára próbálok állni és próbálok ezt koordinálni. De én úgy gondolom, hogy legyen ez a mai este, ez egy interaktív, kötetlen, családias este, amiben kérdezzetek bátran, alakuljon ki egy beszélgetés köztünk, és próbáljuk meg minél informatívabbak és közvetlenebbek lenni. Úgyhogy én ezzel vezetném föl, hogyha megengeditek, és azt gondolom, hogy még megkérném itt a kollégákat, hogy esetleg egy-két szóval ők is, hogyha úgy gondolják, akkor szóljanak hozzátok, és rögtön utána át is adnám a szót nektek, és valamilyen rendszerben akkor szerintem kérdésekre válaszolnánk elsősorban. Tiszteltel köszöntök én is mindenkit az ankéton. Én az egész tulajdonos váltás kapcsán, amit a legfontosabbnak tartok egy pozitív jövő reményében, az, hogy az akadémia és a felnőtt csapat egy kézbe került. Nincs a világon olyan komoly sportegyesület, ahol ez a két részlet külön tudna működni, külön szakmai irányítás alatt, külön gazdasági társaságként, úgyhogy esetleg még különbözőek is a célok.
hogyha visszaemlékszik mindenki 2018-ra, akkor onnan indult ez az egész klub, hogy ahogy a Gabi mondta, kérdéses volt az akadémia léte, hogy marad-e a Vasasnak akadémiája, marad-e utánpótlása. Akkor esett ki az első osztályból a felnőtt csapat. Tehát ahonnan ez az egész rendszer elindult, ahhoz képest tart most valahol, ennél persze egészen mások a célok, de ez nem jöhetett volna létre az a pozitív jövőkép, hogyha ez a rendszer nem egy kézben működne Miklós irányítása alatt, hiszen ahhoz, hogy a Vasas sikeres legyen, ahhoz a régi legendáinkhoz hasonlóan szükség lesz a mindenkori utánpótlás nagyon komoly szakmai munkájára, ahhoz, hogy fiatal tehetségeket tudjunk a neves játékos igazolások mellett beépíteni a csapatba, hiszen a cél világos. Egy olyan Vasas álmodtunk meg mindannyian közösen veletek, amelyik az NBA-ben is sikeres tud lenni, de meg szeretném mutatni azt, hogy mindezt magyar játékosokkal teszi, nem légiósokkal, kifejezetten magyar játékosokkal és sok-sok olyan fiúval, aki az akadémiánkról jött. Márpedig ez elengedhetetlen, ez a fajta egy kézben történő irányítás. Ezt tartom a Vasas életében a legeslegfontosabb dolognak. Ezért fontos ez számunkra. Köszönöm szépen! Én a magam részéről nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és részt vettem már életemben néhány szurkolói ankéton, de itt most, ha jól tudom, a szurkolói klub szervezte az egészet, ezért ezt tényleg őszintén mondom, hogy dupla megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen. Jó estét kívánok, sziasztok! Én itt a klubról most egyenlően nem szeretném beszélni, de én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. És tényleg szerintem nem is csak a saját magam nevébe, de úgy gondolom, hogy ebben az évben, amit ugye elkezdett itt az új tulajdonosi kör, az egy olyan útot tesz a Vasasnak, ami nagyon hosszú ideig járható lesz, úgyhogy tényleg azért is jöttünk ide, hogy kialakuljon egy olyan kapcsolat a szurkolókkal, hogy tényleg egy nagyon közvetlen legyen, és bármifajta kérdést, vagy kérdésekre fogunk válaszolni, úgyhogy én tényleg egy ilyen nagyon-nagyon jó jövőben reménykedem. Bonyos részén is köszöntök minden szurkolót. Igazából annyira nem a szavak embere vagyok, hogy itt mikrofonon beszéljek. Kérdésekre nagyon szívesen válaszolok én is. Szerencsére nagyon jó és csapat alakult itt ki, akár ugye a Fece személyében, ahogy egy olyan erősítés is jött, aki azért vezeti az NB1-et és ide tudott jönni hozzánk. Örülök, hogy itt lehetek a Vasasnál, és reméljük, hogy minden van, hogy NB1-ben leszünk. Úgyhogy hajrá Vasas! Most akkor jön a kérdésed, de előtte egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem kérni tőletek is, és a nagyon istenemet magam. Szerintem tapsoljuk meg Jámbor Jánost, akinek nagyon sokat köszönhetünk, és aki már nem csinált ugyan, de reméljük, hogy velünk lesz is velünk van. Köszönöm. Mert nélkül azt gondolom, hogy most ez, ami zajlik, meg itt ez, nem létezne ezt. Pontosan tudjátok. Na, akkor én tényleg befejeztem. Úgyhogy, ha kérdésnek van, szerintem nem lesz, hogy Jámbor, hajrá Vasas, parancsolj. Tiszteltem, Tóth Zoltán József vagyok, Havajoknak TZ. Először is előjárban el szeretném mondani, hogy mint szurkoló és mint vállalkozó a hosszú távú gondolkodásmód és a klub piaci alapú működtetése az kifejezetten szimpatikus. Viszont ami látom a csapatot a pályán, látom a teljesítményt, az el is mond általában mindent, amikor jó meccs van vagy rossz meccs van. Amin gondolkoztam ugye mostanában az utánpótlás, és nagy öröm, hogy egy kézbe került. És amikor először jött Magyarországra a Double Pass 2015-ben, ha jól emlékszem, akkor végigkövettem azt, hogy mit mondanak az akadémiákról, ugye Unblock, és külön a Vasasból akadémiáról. És ha jól emlékszem, akkor 2015-ben harmadik helyen volt a Double Pass-nél, utána a következő években lejjebb ment, és a 2019-es jelentésben pedig már 7-15. hely között volt valahol. És ezzel kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy hol tart most ez az átvilágítás, hol tartanak azok a
azok a mérföldkövek, amiket a Double Best megfogalmazott, és mennyire fogadta meg őket az akadémia, illetve mennyire tartja magát ehhez az egész rendszerhez. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Összetett, nagyon hosszasan nem akarnék erről értekezést tartani, de nagyon szívesen kifejtem. Több összetevője van. Az egyik összetevője az, hogy amikor a Vasaskuba Akadémia elkezdett működni, akkor nem nagyon volt konkurenciája. Ez elég fontos dolog szerintem. Voltak, akik velünk párhuzamosan elkezdtek akadémiai szinten működni, és egyáltalán az, hogy mi egy akadémiai szint, ez ugye egy viszonylag szubjektív fogalom, de nem nagyon volt konkurencia. Én ezt úgy végigéltem, végigkövettem, nagyon sok fogalomzavar volt a levegőben. Szerintem egyre nehezebb, tehát egyre nehezebb sikeresnek lenni az utánpótlás szintjén. Egyre több pénz van a futballban, nem csak az utánpótlásban, hanem azok a futballban. És egyre nagyobb a konkurencia. Akkoriban, amikor a Vasas Kupa Akadémia alakult, akkor gyakorlatilag elsősorban a Vasasról és talán az MTK-ról beszélhetünk. Nehezebb voltak utánpótlás klubok, természetesen a nagy kluboknak volt utánpótlás nevelő hálózata, de az a fajta akadémiai gondolkodásmód, ami akkor kialakult, az szerintem mindenképpen tehát egy élenjáró volt, és volt egy helyzeti előny. Ez az egyik tényező. A másik tényező az, hogy abban nem vagyok biztos, hogy az, ami megjelent a nyilvánosság előtt, az egy sorrend volt. Tehát az egy elég komoly, én ezt most nem, tehát azt sem mondanám, hogy igen, azt sem, hogy nem, én ebben nem vagyok biztos, de nem tettek közé sorrendet. Tehát én végig éltem ezt az auditot. Egy elég nehéz szituációban kezdtük el. Volt egy tulajdonosváltás 2018. június 15-én, hogyha jól emlékszem. Nekem egy elég nehéz szituáció volt életem egyik legnehezebb időszaka akkor, mert voltál kettő hetem, hogy eldöntsem, hogy szeretném ezt csinálni, vagy nem. És akkor úgy döntöttem, hogy szeretném. Nem volt alkalom arra, hogy erre felkészüljünk, nem volt alkalom arra, hogy ismeretében legyünk annak, hogy mit vállalunk. Két hét alatt kellett átnézni ezt az akadémiát, áttekinteni a működést. Már akkor itt 50-en dolgoztak, tehát egy akadémián mindig sokkal több stábtag van, mint egy felnőtt csapatnál. Közel 50-en dolgoztak, párhuzamosan azzal, hogy át kellett tekinteni az akadémiának a strukturális működését, az anyagi hátterét, az emberekkel le kellett ülni egyenként, fel kellett térképezni azt, hogy hol tartunk. Volt egy exakt határidő, azért volt ez két hét, meg volt egy nevezési határidő a következő bajnokságra, és hát ha nem neveztünk volna, akkor konkrétan hiába is döntök két héttel később, úgyhogy mégis szeretném, akkor már ezt nem lehetett volna. Úgyhogy ebbe bele kellett vágni, és akkor jött a nyakunkba az audit. Azt is tudni kell, hogy az audit az nem a pillanatnyi teljesítményünket auditálta, hanem az előző három évet. Tehát egy olyat világítottak át, egy olyan teljesítményét kellett nekünk helytállni, amit az előző vezetés három éven keresztül végzett. És mivel benne volt a levegőben, 90%-os biztonsággal, ugye, sőt már ki is hirdették, tehát közleményben jelent meg, hogy ez az akadémia, ez kvázi gyakorlatilag megszűnik. Tehát erre nem is volt igazából felkészülés. Ez egy nagyon-nagyon komoly akkreditáció volt, közel fél évig tartott gyakorlatilag. És ezt nagyon hirtelen a nyakunkba kaptuk. Úgy kaptuk a nyakunkba, hogy volt egy klubátvétel, egy szervezet átvétel, végülis az elég komoly cég, ahol 50-en dolgoznak, és egyébként nagyon sok érintettje van, tehát nagyon sok az érintettek köre, az nagyon széles, hiszen szurkolók, rajongók, érdeklődők, szülők, gyerekek, tehát ez nagyon-nagyon komoly felelősség volt, ha csak azt nézzük, hogy két hét alatt le kellett ülnöm 50 emberrel, akit akkor még nem ismertem ilyen vonatkozásban. Hát ez egy nehéz időszak volt, és akkor a nyakunkba kaptuk a kollégáimmal együtt, úgy, hogy ráadásul tehát le volt fejezve az akadémia, tehát gyakorlatilag nem volt szakmai igazgató, nem volt erőléti vezető, nem volt rehabilitációs vezető, nem volt
vezetők, mert akkor én azt gondoltam, hogy egy ideig volt a korábbi ügyvezető, Szekeres Tamás, az egy darabig ellátta a mellettem a feladatokat, de nem tudtam akkor még, hogy egyáltalán őt tudom-e valameddig alkalmazni. Tehát nyakamba vettem egy lefejezett akadémiát, mindenféle vezetés nélkül, én magam sem vezettem korábban akadémiát, és mellette, amellett, hogy el kellett indulni, be kellett nevezni az új bajnokságba, föl kellett építeni egy új szakmai stábot, azt viszont már a nevezés előtt, illetve a nevezés se párhuzamosan a bajnokság indulása előtt, hiszen indult a felkészülési szezon július 15-én, tehát erre egész pontosan 4 hetünk volt. Emellett elindult az audit. És akkor felkészültünk egy auditra történő felkészülés indult el, amit párhuzamosan csináltunk, és úgy auditáltak minket, az akadémiát, hogy azt vettük át, amit eddig nem mi csináltunk. Konkrétan a régi kollégák közül se sokan maradtak. Hát ilyen körülmények között történt az akkreditáció. Ehhez képest viszonylag szerintem sikeres volt, hiszen megőrizhettük az akadémiai minősítésünket. Szerintem az a sorrend, ami megjelent a nyilvánosság előtt, az nem volt feltétlenül erős sorrend. Sőt, mi több nem is akartak sorrendet közé tenni, csak kiszivárgott valamilyen módon is közé tették. Ennek ellenére én csak azt néztem, hogy benne legyünk. Benne voltunk, benne vagyunk a mai napig. És a kritériumok, hogy exaktul is tudjak válaszolni, hogy milyen kritériumok voltak. Ugye végig csináltam ezt az akkreditációt, végig csináltam a hirdetést, az eredmény hirdetést, és aztán végig ott voltam az értékelésnél, hiszen exakt értékelést nem tettek közé, viszont nekünk elmondták négy szem közt az auditorok, hogy mire kellene odafigyelnünk, és kaptam is erről egy jelentést, ami nem volt ugyan publikus, de nekünk akadémiai vezetőknek elmondták azt, hogy mit gondolnának másként. A szempontok között súlyozott volt az infrastruktúra. De különféle szempontok voltak szakmai szempontok, kommunikációs szempontok, infrastruktúrális szempontok és nagyon sok egyéb részeleme volt ennek. Ebben eléggé súlyozott volt az infrastruktúra, és azt azért tudni kell, hogy Dacára, én nagyon elfogult vagyok, tehát én imádok itt lenni, nagyon szeretem ezt a környéket, és ha csak tehetem, akkor mindig ide jövök. De tény az, hogy nincsen túl sok pályán. Nem tudom, mennyire jártak közületek. Ugye tegeződhetünk, nem vagy, hogyha közületek. Igen. Nem tudom, mennyien jártak közületek, akár mondjuk a Honvédnak a telephelyén, az új edzőcentrumában, vagy mondjuk Debrecenben. Vagy Felcsúton, vagy itt felsorolhatnánk gyakorlatilag mindegyiket. Gyönyörű ez a stadion, mindannyian kötődünk ide, és ez tényleg egy fantasztikus dolog, de alapvetően akkor, amikor ez az akkreditáció volt, akkor egyetlen egy műfüves, teljes méretű edzőpályánk volt, és egyébként az akadémiának jelen pillanatig is egyetlen egy pályája van. Ez nagyjából a megye egyes színnek felel. Úgyhogy ez tény és ez realitás. Erről beszélt a Laci is, hogy azért ez egy állandó küzdelem, és indultunk valahonnan. Ez egy eléggé fontos lépés volt, vagy egy eléggé fontos körülmény volt, amin azért egyik pillanatban a másikra nem tudunk változtatni, és amikor pontozták, súlyozták a pontozási szempontokat, akkor ez egy elég jelentős súllyal nyomott a latba. Mi innen indultunk. Én ismerem a belső eredményeket, a szakmaiságunk az elég magas pontszámot kapott, és azt hiszem, hogy mindvégig vitathatatlan volt. Az, hogy mi hogyan vezetjük az akadémiát, hogy vannak elképzeléseink, hogy milyen korszerű módszereket használunk. Az is, amit egyébként országosan tudom, hogy elmaradtak az egyéni képzés, azt nálunk például kiemelték. Nálunk az egy viszonylag élenjáró momentuma volt, a összetevője volt az akadémiai működésnek. És hát belemehetnék még a részletekbe, de akkor nem maradna más kérdés. Ezt tudnám erre mondani. Ez volt a Double Pass. Még annyival kiegészíteném, hogy azóta van egy másik akadémiai minősítési rendszer. Ugye ez egy nagyon friss rendszer, és erről sokat még nem tudok mondani, de az MLS által kezdeményezett Double Pass minősítési rendszert követően
ugye idén év végén a magyar közlönyben is megjelent, egy állami akadémiai minősítési rendszer is született. A NevőPASZ minősítése alapján 15 akadémiát akkreditáltak, tehát 15-en ütötték meg az akadémiai szintet. Az állami minősítési rendszer szerint, hogyha jól tudom, akkor 10, és mi ebben a 10-ben benne vagyunk szintén, tehát ez is azt mutatja számunkra, hogy talán valóban ott a helyünk. És van egy másik mérőszám, ez pedig a versenyeztetési rendszer, abban pedig ugye a felnőtt futballtól eltérően a legjobb 8 játszik az első osztályban, és nekünk valamennyi csapatunk ott játszik. Úgyhogy mondom, minden mérőszámot, hogyha nézünk, akkor ott van a helyünk a legjobb. Becéhez lenne egy olyan kérdésem, hogyha annak idején a Euroleague nem pakolta volna össze az összes vasas akkori játékos veled együtt, és mentetek volna el Újpestre, vagy még akkor is Újpest érzelmű lettél volna, vagy lehet, hogy akkor vasas maradtál volna, vagy itt maradtál volna, mert több kérdést nem kell feltenni, tudjuk, hogy mit tudsz. Az, hogy 8 volt itt is megrúgod, meg még lehet, hogy 16-ot is. Szóval nem kell kérdést feltenni. A Levi annyi, hogy az összes meccsen kín voltam, egyet nem hibáztál. Lábbal is jobban focizom, mint sokan a csapatból. Szóval nem jöttek el. Tették a Gabi barátomra megköszönni, hogy annak idején tavaly a Vasasnál volt, aki bemutatott téged. És mi volt az első kérdésem? Szia, Póló vagyok. Mikor láttam már legyen? Igaz, így volt? Valóban elhangzott ilyen akkor, emlékszem a pillanatra. Sok kérdést fogalmaztál meg, úgyhogy akkor kezdem én, és akkor adom a játékosoknak a mikrofon. Nekem az igazi kihívás, és ami igazán közel áll a szívemhez, az az operatív munka. Aki ismer, és aki már végig tolt velem egy munkanatot, az meg tudja talán erősíteni, hogy én igazából ezt szeretem, és talán ehhez is értek. De remélem, hogy a munkámmal még többet tudok majd segíteni, mint a tulajdonosi hátteremben. Aztán, hogy ez volt nagyjából a kérdés. De akkor jól van az hát ugye rövid volt az atya, meg kicsi volt, az atyát is el fogjuk hívni. Ugye azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy hatékony legyen ez a dolog, ahhoz mindig forgatnánk. Tehát hogy a csapatot is tűzbe kell tartani, és forgatni kell a játékosokra. Van kb. 30-as keretünk van most már lassan, mert sokat igazolok. De ugye azért sajnos változni fog, és azért nem biztos, hogy ez mindig így lesz. De tehát ugye, ahogy a pályán sem tud mindenki ott lenni, úgy itt sem tudtunk mindannyian eljönni. De ahogy az igény, ez a ti rendezvényetek, ez rólatok szól, miattatok csináljuk, és igazából abszolút rugalmasan fogjuk kezelni. Tehát bárkit elhozunk ide, akit hívtok, és aki hajlandó eljönni, úgyhogy legközelebb megígérem, hogy ott ott jön. Köszönöm a kérdést. Ugye 2 évet fociztam itt a Vasasban az Euroleasing alatt. Ha az Euroleasing akkor, ugye rajtam kívülállókok miatt ugye tovább állt Újpestre, ha akkor nem megy, akkor biztos, hogy jóval nagyobb kötődés sem lett volna a Vasashoz. De azért én gyerekkorom óta már az Újpest szurkoló voltam. De ettől függetlenül, tehát én a mai napig azt mondom, hogyha futballoztam, hogy a Magyarországon más csapatokban is, az Újpesten kívül is, én mindenhol megpróbáltam 100%-ot mondani, tehát hogyha én kimegyek a pályára, attól függetlenül, hogy milyen fajta mez van rajtam, 100%-ot próbálok megnyújtani, és szerintem elsősorban ez az, ami fontos egy csapatban, mert egyáltalán lehet majd nekem azt érezni azért, mert például nem Újpest címer van, mert nem egy Vasas címer, én ugyanúgy büszke vagyok arra, hogy a Vasasban fog függőzni minden egyes percben, ezt be is fogom bizonyítani, tehát biztos, hogy így fogok pályára lépni. Minden egyes pillanatban úgy fogok pályára is tudni, hogy nincsen nektek. És még visszatérve a gyerekkorra, hogy természetesen egy gyereknek ugye, hogy hol futballozik egy bizonyos időt, az nagyon-nagyon sokat tesz a labba, hogy kinek fog szurkolni utána a felnőtt szinten. Úgyhogy azért mondtam ezt arra, hogy az Euroleasing természetesen itt volt volna tovább, és mondjuk én a Vasasban tudtam volna bemutatkozni a felnőtt csapatban, akkor jóval nagyobb kötődésem lett volna a Vasas felé. Ez abban az időben így történt, hogy nekem ugye el kellett mennem innen a Vasastól az Újpestbe. De én mondom, én biztos vagyok abban, hogy én tudom, hogy ezt
ebben az időszakban bizonyítani, hogy miért volt már, hogy a Vasasban futballozok, és tényleg én nagyon szerettem, és a mai napig például a 13. kerületben élek, tehát én ide járok azon most már lassan 15 éve, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek itt lakni, és tényleg azért is esett a választás, hogy itt a tulajdonos úrjai beszéltünk, hogy tényleg egy olyan jövőképet vázoltak fel elém. Persze a nagyon hosszú jövő már most már nem én leszek, de tényleg egy olyan csapatot akartak kialakítani, hogy akarnak, még ugye ez folyamatban van kialakítani, ami ugye egy fiatalokra épülő, de azért biztos, hogy meg fogják folyamatosan azokat a rutinus játékosokat is, akiktől ezek a fiatalok mondjuk tanulhatnak, ugye mondjuk én is tanultam abban az időszakban, amikor akár itt fociztam, vagy akár amikor az Újpestben fociztam. Először is azt szeretettel köszöntök mindenkit, Szepes Viktor vagyok. Nyilvánvalóan nagyja magát a kérdés, amire már Miklós utaltál is, hogy a keretben még milyen változások lesznek, akár a rajtig, akár közben tervezünk, esetleg kölcsön adni játékost, esetleg még igazolni. Tehát ez lenne csak a kérdés. Ebből van még? Annyit el tudnék mondani az igazolásokról, hogy talán azt látjátok, hogy remélem, hogy azt is felfedeztétek, hogy tervszerűen, de azt, hogy nagyon komolyan vettük, azt mindenképpen. Itt kétféle játékost igazoltunk eddig. Én ugye a Levivel szerettem volna kezdeni az igazolásoknak a sorát, és ő megerősítette, hogy mi már tárgyaltunk, többször leültünk, és nagyon alaposan megismertük egymást, mielőtt ő hozzánk jött, és azt gondolom, hogy én is meg tudtam arról győződni, hogy ő azon túl, hogy kiváló kapus, kiváló ember is, és hogy egy olyan ember érkezik hozzánk, aki úgy a pályán, mint az öltözőben, nagyon jó karakter és nagyon jó személyiség, és szeretném, hogyha minél több ilyen játékosunk lenne. Azon túl, hogy talán egyértelmű volt, mindannyian végigkövettük a közelmúltat, és egyértelmű volt, hogy kapusfronton erősítenünk kell, ez vitathatatlan, ne beszéljük mellé. Szerintem ez megtörtént, nagyon bízok benne, nagyon örülök, hogy itt van, és úgy a játék tudásával, mint a karakterével, a személyiségével segítségünkre lesz, és láttátok az edzőmérkőzéseket, szerintem valóban kiválóan védett. Közben jött ugye a Ricsi, Benne Siárd, aki ez adódott a lehetőség, amire lecsaptam. Viszonylag büszke vagyok, ugye ez az élő körülményeknek a varázsa. Lehető szép. Úgyhogy ott adódott egy lehetőség, nem is titok, ő az MTK-val írt volna alá, és én olyan játékosnak tartom, aki egyrészt tud nekünk segíteni, másrészt nagyon fontos, hogy valószínűleg nem itt az MB2-ben képzelő jövőjét, tehát ahogy mi sem, úgy ő sem, és nagyon szerintem, ha közösek a céljaink, akkor talán közösen is megfelelően fogunk küzdeni ezeknek az eléréséért. Úgyhogy adódott egy lehetőség, és néhány órával azelőtt, hogy ő aláért volna máshogy, sikerült jobb belátásra téríteni, és megfelelő döntést hoztam meg hozzánk igazán. És hát közben sorba jöttek az igazolások, mondhatom, hogy talán nem túlzás, hogy rólunk szólt ez az átigazolási szezon akár az egész országban. Kétféle játékos igazoltuk alapvetően. Az egyik, aki azonnal tud nekünk segíteni, akivel föl tudunk jutni az NB1-be, amikor erre lehetőségünk lesz, mert sajnos ebben a szezonban ugye nem csak rajtunk múlik ez, de mi mindent el fogunk követni, ezt meg tudunk nekik ígérni. Hát olyan játékosok, akik konkrétan erősítést jelentenek. És olyan fiatalok, nagyon sokszor elmondtuk mindenféle fórumon, és ezt ezután is szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy legyen egy jövőképünk, ahhoz, hogy legyen egy valós stratégiánk, ahhoz, hogy legyen egy szerethető csapatunk, jövőnk, ahhoz a fiatalokat szeretnénk folyamatosan építeni. Figyeljük azokat a tehetségeket országszerte, akik éppen, hogy belépnek a felnőtt korba, akik még talán nem kész játékosok, de bennük van az, hogy,
hogyha azok lesznek, akkor, akkor segíteni tudnak nekünk, és hát olyan szerethető csapatunk lesz, akik, hogyha ezek a fiatal tehetségek felcseperednek a rutinos tehetséges játékok, a rutinos rókák mellett, akkor a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, egyébként tehetségesek is vagytok, és, de ők már készjátékosok. De olyanokat is igazolunk, akik nem feltétlen készjátékosok, és itt is van, van egy metszer, tehát én például fölhívnám a figyelmeteket a Hidi Sándorra, aki én azt gondolom, hogy ha láttátok az edzőmérkőzéseket, az elején nagyon sok üzenetet kaptam, hogy Miklós, miért, vagy ki, és hogy is. És én, itt az akadémiai, meg az utánpótlás munkának a tevékenysége az azt gondolom, hogy már most ebben használt láthattam, és amikor Bene Ferenccel átnéztük azokat a játékosokat, akik potenciálisan szóba jöhetnek, akkor elsősorban olyan játékosokkal kezdtem meg a tárgyalást, akit ő is ismer, és akik a négy edzeteimben is szerepeltek. Ő ilyen volt, és szerintem ő azon túl, hogy a jövő reménysége, 18 éves játékosról beszélünk, nagyon-nagyon fiatal, de talán láthattátok, hogy már most a helyén van a csapatban, és remélhetőleg erős, határozott, mindig jó helyen van, nagyon fegyelmezett, okosan játszik. Szerintem szinte kész játékos erényeit csillogtatja. Természetesen még nem az, még nagyon fiatal, de hogyha most ilyen, akkor aztán fejlődni fog, és sok örömünk lehet még benne. Nem akarnám ezt csak rá kiegyezni, de alapvetően kétféle játékost igazolunk, olyat, aki a jövő reménysége, aki a jövőben segíthet nekünk, és olyanokat, akik már most is segíthetnek nekünk, azért, hogy kiszolgáljunk benneteket, azért, hogy érdemes legyen kijönni mérkőzésekre, és hogy méltóan szerepeljünk a valami hagyományaihoz. Úgyhogy ezek az igazolásaink. Nagyon-nagyon sok változást már nem tervezünk, ennek ellenére tárgyalunk játékosokkal, folyamatosan tárgyalunk és fogunk is folyamatosan tárgyalni játékosokkal. Neveket itt most nem mondanék, mert ugye itt egy család vagyunk, és rontanám a pozíciót, a Vasasnak a pozícióját azzal, hogyha itt játékos neveket dobnék be, de higgyétek el, hogy dolgozunk. Ebben az átigazolási szezonban már olyan nagyon sok nem várható, az is lehet, hogy nem lesz senki, de jelenleg is folytatunk tárgyalásokat, és előfordulhat, hogy az átigazolási szezon végéig, amíg két hét, addig még azért előfordulhat esetleges változás, és ugyanennek a stratégiának a mentén fogjuk igazolni, amit eddig is vázoltam. Tehetségek, és adott esetben olyan kész játékosok, akik egy vázat képezhetnek, akiktől a fiatalok tudnak tanulni, akár az öltözőbe, akár a pályán, akár a személyiségüknél fogva, akár csak a pályán történő helyezkedésükkel is segítik az ő beilleszkedésüket. Sanyi is ilyen. Ő is ilyen, igen, és még mondhatnám, tettem be, ebbe elég jól áll. Nyilván itt természetes elvárás, hogy a csapaton belüli dolgokról is szót ejtsek. Itt az átigazolási politikával kapcsolatban, meg az egész keret kialakítással kapcsolatban én két alapelvet mindenféleképpen klub szinten vettünk figyelembe. Ezt a két alapelvet említenék. Ezek nem taktikai vagy játékmodellbeli alapelvek lennének, azt meghagyjuk az öltözön belül. De egyrészt mindig, és ez kőbevésett alapszabály. Tehát csak olyan játékost igazolunk, és csak olyan játékost tűrünk meg az öltözőben is, és a pályán is, aki figyelembe veszi azt, hogy mindenek felett a klub áll, és utána jöhet a csapat, és utána csak az egyén. Tehát ezt mindenkinek elmondtam, négy szem közt is, csapat előtt is, tehát számunkra a legeslegfontosabb mindig a klub. Tehát ide, aki belép, tisztába kell lennie, hogy egy több mint 100 éves klubnak tagja lesz, és nem utolsó sorban természetesen a klubnak a legfontosabb tényezője szurkolók. Tehát mi azért vagyunk, hogy minél, tehát itt elhangzott, hogy sok szenvedésen ment át a szurk az elmúlt évtizedekben. Mi szeretnénk, hogy ez megváltozzon, de szeretnénk egy szélesebb alapot nyújtani, és nem pedig a jelennek, hanem tényleg a hosszú távú jövőnek élni, és ennek érdekében dolgozunk, és ennek érdekében szeretnénk felépíteni egy szélesebb és egy stabil alapot, ami egy olyan vasast, aminek van jövője. Illetve a játékosok számára is ezt mondtam, hogy nyilván van egy viszonylag hosszúnak mondható öltöző,
egy olyan keret, ahol bátran mondhatom, hogy minden posztra van két ütőképes játékosom, átfedésekkel akár három is, és ugye természetesen vannak egyéniségek. Én nagyon örülök és nagyon szeretek egyéniségekkel dolgozni, akár fiatalról van szó, akár idősebb játékosról, de azt tudomásul kell venni, hogy a csapat a következő láncszem. Tehát a klub után a csapat, és utána jön az egyéniség, és azokra az egyéniségekre vagyunk kíváncsiak, úgy gondolom a szurkolók is, akik a csapat érdekében nyújtják a maximumot és azt a fajta egyéniséget, akár csibészséget, akár kreativitást a pályán, ami csapat érdekből történik. Tehát, hogyha azt én garantálhatom, nyilván eredményekre szeretünk hivatkozni, meg remélem, hogy a munkánknak pozitív eredménye is lesz hosszú távon mindenféleképpen, és ebben majdnem biztos vagyok. De ugye a legfontosabb, hogy azok az egyéniségek tényleg alárendeljük magukat a csapatjátékunknak, és erre fogok törekedni, hogy ilyen játékosok legyenek a pályán. A második pedig, hogy én azt kérem a játékosoktól, hogy bízzanak magukban, és egy maximális stabilitás legyen a pályán. Tehát én nem szeretem ebből a szempontból a szélsőségeket, tehát nem fogjuk azt mondani, hogy úristen, mi most minden meccset 5-0-ra nyerünk, meg azt se szeretnénk, hogyha akár hazai pályán mi csak védekeznénk. Tehát én tényleg egy egyensúlyt szeretnék a pályán, és azt kérem a játékosoktól, hogy mindvégig bízzanak magukban, és tényleg az elmúlt mérkőzések folyamán, amit én itt vagy válogatott edzőként játékosokat figyeltem, vagy úgy hát nyilván nem vagyok semleges orvosos iránt, de azért az én újpesti érzelem az nem titok, de itt töltöttem az a 90-es évek szinte teljes egészét serdülő játékosként, majd később a felnőtt keretben. Szóval tényleg nem semlegesként, de kijöttem egy-két mérkőzésre, és azt láttam, hogy a szurkolók mindig kitartottak a csapat mellett abban az ilyen, hát mondjuk részterjes periódusban is, amikor az ellenfél adott esetben jobban játszott vagy vezetett. És akkor ugye még hát szóba sem került, hogy én ide kerülök, de azért kicsit úgy irigyeltem a futballistákat a pályán, hogy annak ellenére, hogy az ellenfél vezet, itt mindig azt hallottam, hogy a szurkolótábor, vagy akár a szurkolók csendesebb része is mindig kitart a csapat mellett. Szóval ezt én kívülállóként irigylésem véletlenül tartottam, és most nagyon remélem, hogy most belülről is ezt tapasztalhatom, illetve nagyon remélem, hogy mi is fogunk tudni örömet okozni a szurkolóknak, és úgy gondolom, hogy tartoznak is a játékosok. Úgyhogy szeretnénk, hogyha ez a fajta egyensúly megmaradna a pályán, és remélem, hogy nagyon sok örömet fogunk majd okozni a szurkolóknak. Köszönöm. Hány fős keretre vágunk a bajnokságnak? Nem tudom, hogy gondolom. Annyiban biztos. Nem húztunk meg egy konkrét létszámot. Valahogy személy szerint egyébként soha nem vagyok ennek a híve, tehát én soha nem értettem azt, amikor, most mondok egy másik példát, nem értető lesz a hasonlat, tehát soha nem értettem azt, amikor mondjuk egy edzőnek a személyéről úgy döntött egy klubvezetés, hogy na, hogyha a következő kettő mérkőzést megnyeri, akkor maradhat, hogyha nem, akkor elküldi. Tehát ezt én nem tudom, tehát ebben nem látok rációt. Ugyanezt érzem a keretnél, tehát hogyha én most, ha mi most azt mondtuk volna, hogy már pedig itt 22-es kerettel megyünk, és itt kőkövön nem marad, akkor is 22, akkor valószínű, hogy el kellene küldenünk olyan játékosokat, akiknek egyébként lehet, hogy itt a helyük. Úgyhogy elindultunk egy elég bőkerettel, ugye folyamatosan igazoltunk, hoztunk föl az akadémiáról is játékosokat, most tényleg van egy bőkerettünk, amelyik tény, hogy szűkülni fog. Azért nem feltétlenül szívesen beszélnék most arról, hogy milyen módon szűkül, mert ez adott esetben változhat. Az, hogy hogyan változik ez a pillanatnyi teljesítményeknek a függvénye. Nem húztunk meg egy olyan számot, keret létszámot, ami esetleg saját magunkat korlátozná. Annak tekintetében fogjuk a keretet alakítani, hogy tehát ez is nagyon sok összetevő, ki milyen teljesítményt nyújt, aki oda teszi magát, aki úgy tűnik, hogy a segítségünkre lehet. Ugye vannak posztok, vannak játékosok, akik esetleg univerzálisak, akik több poszton is belethetők, vannak olyan posztok, ahol több lehetőségünk adódik, aki úgy tűnik, hogy vállalja a versenyt, aki
a mindennapi teljesítményével az edzéseken mutatja azt, hogy, hogy lehet rá számítani, és van esélye arra, hogy bekerüljön, annak itt, itt van a helye. Akkor, hogyha esetleg valakiben azt látja a szakmai stáb, hogy nem tud megfelelő játék lehetőséget kapni, az nem, az valószínűleg nem, a az nem lesz a játékos érdeke, és a klubnak az érdeke sem, akkor őt kölcsön fogjuk adni, esetleg fölbontjuk a szerződését, attól függően, hogy milyen lehetőséget adódnak. Lesz ilyen egyébként a közeljövőben, három játékossal már leültünk ezzel kapcsolatban, akiknek jeleztük azt, hogy, hogy lehetséges, hogy kevesebb játék lehetőséget fognak kapni azok alapján, amit az elmúlt hetekben láttunk. Úgy volt korrekt, hogy ezt jeleztük feléjük, lehet, hogy lesz még ilyen, és még azon is múlik, hogy az előző kérdés volt, hogy tudunk-e még erősíteni, ha esetleg úgy alakul, hogy egy-két poszton tudunk, akkor lehet, hogy lesz még ilyen játékos. Mindig korrektül meg fogjuk ezt mondani, megadjuk a lehetőséget, hogy bizonyítson, és hát van még két hét az átigazolási szezonból, hogy esetleg tudjanak távozni. Hozzátennétek esetleg ehhez valamit? Igen, annyit tennék hozzá, hogy a másodosztályú versenykiírás nem szabályozza a keretlétszámot, ami egy lehetőség a klubnak, hogy minőségi játékosokkal próbálja kialakítani azt a keretet, szűkítés után majd, ami NB1-re alkalmassá teszi a Vasast a sikerekhez. Ugyanis NB1-ben negyedévenként 25-ös keretet kell leadni az UEFA szabályai szerint, és csak ez a 25 játékos léphet pályára, akit az adott negyedévben benevezett, nem az adott mérkőzésre, hanem az adott negyedévre keretében benevezette klub. Tehát nyártól reményeink szerint ez már bennünket érint. Természetes, vannak ennél bővebb keretek, de ott akkor azt kell tudni, hogy az adott negyedévben csak az a 25 játékos játszhat, ha 40 igazolt játékosa van, akkor a többiek nem. És nem ide tartoznak természetesen az akadémia saját nevelésű, de még utánpótláskorú játékosai. Tehát ahogy a szabály adja, ebben a fél évben szabadon lehet gazdálkodni, nyártól reményeink szerint azért mindig 25-be kell majd gondoltok. Egy kérdésem lenne. Nézegettem a csapatnál ugye a messzámokat, és az új játékosoknak még mindig nem írtak ki messzámot. Ugye két nap múlva, három nap múlva kezdődik a bajnokság. Engem speciál érdekelne az új játékosok messzámok. Milyen messzámolatnak pályára nézni? Igen, változott a policy ezzel kapcsolatban. Az elmúlt években az volt az előírásunk klubon belül saját határozatként, hogy 33-ig legyenek a messzámok. Most az új játékosok különben majdnem kivétel nélkül, illetve sokan közül ennél nagy magasabb számot akartak. Miklós úgy döntött, hogy 99-ig bármilyen számot lehet választani. Ezáltal szabaddá vált sok-sok olyan népszerű szám, amit eddig nem lehetett használni. Elkészültek a mezek, nem volt egyszerű ilyen értelemben, úgyhogy ezt a mérkőzés előtt már, tehát nem vasárnap, hanem pénteken vagy szombaton közé fogjuk tenni a új számokat. De lehet, hogy el is rálulják a srácok azt, hogy ki milyen számot fog játszani. Jó, hát megismerem a kapuban, azzal nem tudom. Várjál, Ugyanan érkeztek, kit látnak a korábbi csapatból igazából vezéregyéniségnek, és adott esetben a Schroberte látsz-e magadban annyi ambíciót, hogy ezt betöltenéd, hiszen azért, ha jól emlékszem, 3,5 évre szerződtél, és ez egy hosszú távú szerződés, és gyakorlatilag biztos, hogy ahogy elhangzott, hogy nem véletlenül kötöttek el ilyen szerződést. Természetesen szoktam 11-es rúgni, úgyhogy ha úgy adódik, akkor el is fogom vállalni. Tehát azért néztem, hogy van egy pár játékos a csapatban, akitől nehéz lesz elvenni a labdát, hogyha 11-esre kerül a sor, de még egyelőre még a vezetőedzővel nem is beszéltünk, hogy akár személy szerint ki lesz valaki jelölve,
hogy miben mondjuk aki játszik benne pályán, az eldöntheti, hogy kirúgja a 11-est, úgyhogy ez még a jövőnek a zenéje, de szerintem ez nagyon rövid időben el fog dőlni. Úgyhogy tényleg, hogyha arra kerül sor, akkor nagyon szívesen fogom vállalni a 11-est. A következő pedig ugye az volt, hogy vállalnám ezt a szereposztást, ugye, amiért engem ide igazoltak lényegében, és amiért ezt a 3,5 éves szerződést aláírtam. Természetesen ugye, amikor beszélgettünk itt a szerződésnek a dolgairól, akkor ugye ez is szóba jött, hogy milyen körben számítanak rám, és mit várnak el tőlem, akár a fiatalokkal szemben. Úgyhogy tényleg az, hogy mit tudok hozni az öltözőbe, pluszt azzal, hogy mondjuk ilyen rutinnal rendelkezem, hogy mondjuk ennyi évet eltöltöttem külföldi futballban, úgyhogy tényleg remélhetőleg a fiatalok is így fogják gondolni, és minden egyes nap próbálok ez úgy hozzáállni, hogy amikor bemegyek az öltözőbe, akkor bármikor akár a fiatalok, vagy bárki más, de ezt mondhatnám több eszembe is, tehát azért vannak a csapatban olyan izgősebb játékos, ugye itt előbb mondták például a Torgály Sándort, hogy a fiatalok bármikor úgy tudnak hozzáfordulni, hogy bármikor egy 2-3 segítség, egy pár pozitív szó, amikor mondjuk már egy fiatalabb kicsit kiengedne, akkor mondjuk nem engedjük őket, úgyhogy tényleg természetesen próbálom majd ezt átvenni, akár a Senitól, vagy akár azok a játékosoktól, akik itt voltak, de erről tudtam, amikor aláírtam a szerződésemet, hogy ugye ilyen körben számítanak rám. Fontos kérdés, hogy most szépen ezt megkérdezünk már, és ki lesz a csapat kapitány? Feri, a következő kérdés, Csékár. Csékár, kérdés. Ebben nem történt változás, a Szatmárió úr egy csapat kapitány a pályán volt, helyettese a Biutalmóton. Tehát ebben nem történt változás. Én úgy gondolom, hogy nem csak annak a híve, hogy az most van egy új időszak, amihez természetesen mindenkinek időt kell adni, úgy gondolom, hogy sikeresek legyünk, de nem vagyok annak a híve, hogy azt mondjam, hogy ami eddig volt, az minden rossz, és mostantól kezdve ugye mi mindenben okosabbak vagyunk, tehát szerintem ami jól működött, és amíg a jelenlegi csapatkapitány erkölcsileg, morálisan nem tesz a klub ellen, vagy a csapat ellen, addig ő marad a csapat ellen. Nem látunk okát, hogy leváltjuk. Majoros Imre vagyok, két rövid kérdés, Fence, hold rád az első. Akarsz még válogatott lenni? Természetesen, ugye ezt a kérdést, ezt először is köszönöm a kérdést. Nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést az elmúlt időszakban, ugye mielőtt ugye aláírtam a szerződésemet, mert elég sok dolgot át kellett gondolnom, ugye az időosztályt váltok, és az elmúlt az MB2-be igazolok. Ez is az egyik fő szempont volt számomra, hogy ugye nagyon sok idő után sikerült visszavertetni magam a válogatott keretben, és hogy most akkor ezzel mi lesz. Ugye lényegében azt azért tudni kell, hogy a válogatottban azért a jövő az már nem én leszek, tehát tényleg rutinos játékos vagyok, ezt azért figyelembe vettem, és amit lehet, hogy remélem, hogy adott ez a két mérkőzés, és utána mondjuk még egy nagyon csodálatos EB-t. Ezt nekem figyelme kellett vennem, nagyon nehéz döntés volt, de én úgy gondoltam, és erről beszéltem a kapitányúrral is, amikor aláírtam a szerződésemet, és ő is azt mondta, hogy szerintem ebben a fél évben nem tudok én annyit változni, akár játéktudásilag, vagy akár emberileg, hogy ő mondjuk kimondottan nem venne figyelembe azzal kapcsolatban, hogy én most az MB2-ben játszok. Tehát én azt a motivációt kaptam, úgymond tőle, hogy csináljam a dolgomat, ugyanúgy, hogy az elmúlt fél évben tettem, és akkor figyelme fog elmúlni a válogatott keret kialakításában. Úgyhogy természetesen szeretnék a válogatottan. Ki az az a játékos, akivel abszolút összhangban hisz? Csak kíváncsi lennék rá. Nagy Vita volt egy-két hete,
a remény igazolás kapcsán. Csak annyit szeretném megkérdezni, hogy tudhatjuk-e azt, hogy ő végül is miért nem sikerül, vagy nem előzően? Akartuk-e? Igen, hogy akartuk-e? A benneteléktől meg azt szeretném megkérdezni, hát szívügyem, Balajt Ildi. Tavaly előtt nagyon-nagyon szép szezonkúros van magad. Az ősszel sajnos messze nagyon-nagyon alul teljesített. Szeretném megkérdezni, mit lát abban, hogy lesz-e jelentős javulás a játékában, mert igazából ugye tőle nem ezt várjuk. Tehát tőle nem ezt a mindjárt. Abszolút gól király volt, tehát úgy gondolom, hogy neki nem ezt kéne, hogy még mindig ez a krízis, nem tudom milyen krízis, vagy egészségügyi más, hogy ez változhat-e. Tehát mindenkinek. Ugye ez a három kérdésem volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor fölcsönjük a sorát, mert én rövid leszek, mert nem is tárgyaltunk vele, tehát ez egy kacsa volt. Kacsa volt, úgyhogy nem is volt szándék. Én is olvastam, de nyilván ezeket nem kommentálom, és nem is, egyáltalán nem is tárgyaltunk se vele, se a senkivel ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy az végig egy kacsa. Köszönöm a kérdést. Én elsősorban most Szatmári Lórit tudnám így kiemelni, mert ő nagyon jó volt és nem vett egy utánpótlás válogatott korokból ismerem, de mondhatnám, hogy igazából lehetett volna akár Verne Sicsivel, vagy valaki Ádámmal bírta a motorral. Tehát akik előrefelé játszanak, szeretem egy mellőjátszós csapatot van, és szerintem azért mindenki annál gyorsabban lehet találni a közösség. Igen, akkor ezt már a Szatmári Lórit volt, hogy igen, hanem az utánpótlás válogatott korokból ismerjük egymást, tehát azért nem a Lórit. Balati Ádámmal kapcsolatban, amióta én vagyok január 3-a óta, sem krízis, hál' Istennek apró izompanaszokon kívül sem betegség, sem sérülés, semmi nem gátolta a felkészülését. Balati Ádámot nemhogy a krízis szóval nem tudnám illetni, hanem ragyogóan edzés, és rendkívül motiváltan várja a szezont. Ennek is elmondtam, meg az öltözőben minden játékosnak, hogy lehet, hogy ha arra van szükség, tehát gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig tart a hetünk, aki az adott héten a legjobb formában, a legjobban edz, és úgy látjuk, hogy a következő mérkőzésen a legtöbbet tudja segíteni tudnak, ők fognak a pályán bizonyítani, pályára lépni. Hétről hétre monitorozzuk a játékosokat, ugye kütyükkel is, hogy mondhatni, meg a saját szemünkkel is. Úgyhogy aki a lehető legjobb edzés munkát, a legjobb mérkőzés mutatókat mutatja, aki legjobban teljesít, az fog játszani. És ez a Balajti Ádámra maximálisan számít. Igazolt foglalkozik kérdésem, nem csapatra szókolok, hát elég érdekű téma. Hogy állunk a sportszergyártóval, aki majd beszállítja nekünk az egyedi mezeinket? Illetve lesz-e majd lehetőség, mert igény az biztos, hogy lenne rá, hogy ne csak mezeket vagy veszélyszartozó nadrágokat, de akár kabátot, melegítőt és egyéb tárgyakat is tudjunk vásárolni majd. Köszönöm. Sportszergyártól az Adidas-szal lejár a szerződésünk, Sziget 2020 nyarán. Döntés még nincs. Több sportszergyártóval felvettük a kapcsolatot. Amint lesz döntés, akkor azt nyilvánosságra hozzuk, és természetesen a sok keretein belül, amit szeretnénk továbbra is bővíteni, mert azt gondolom, hogy egy komolyat léptünk előre az ősszel. Szeretnénk azt, hogy minden olyan terméket, amit a játékosok viselnek, sétáló edzés, melegítő, pólók, nadrágok, azok megvásárolhatók legyen. Köszönjük szépen, még egy kérdés legyen. Egy idő. Jó, most kettem, hogy tudnám, hogy három vagy szóval volt. A két rövidet ígértem a rövid kérdésem felé, hogy videóelemzéssel és a látogatásaid kapcsán hogy ítéled meg a csapat szabadító technikai felkészültségét, és hogyha ugyanúgy ítéled meg, mint én, akkor van-e valami terved arra, hogy szabadítom is? A videóelemzésünkön elsősorban a csapat taktikai részét szoktuk elemezni, tehát ez nem biomechanikai dolog, hogy most egy játékos hogyan rúgja meg a labdát, vagy hogyan érinti. Olyanokról szokott egyéni videózás lenni, hogy milyen arcirányt vesz adott esetben egy védő, vagy merre fordítsa a testét, hogy minden nagyobb látószöget lásson be, illetve egy adott szituációban, aki legjobban átlátja a területet, ő kommunikáljon a pályán.
Tehát ilyen előfordul, de vannak szabadrugásrugó specialistáink, nyilván ők fogják elvégezni ezeket, remélhetőleag adott esetben a mérleni elvét ez is jelentheti, de továbbra is azt mondom, hogy a videózások azok többnyire taktikai dolgokról szólnak, hogy az ellenfél elemzésére. Jó, parancsolj, akkor te kezdni. Utoljára. Parancsolj. Jó, hát jó. Aztán, hogy egy jobb oldaltak, ugye? Ez a stílus. Azt szerintem csak kérni, hogyha esetleg mégis menjek a bajnokságot a végén is felítunk, akkor legalább a fél csapat menjen már ki úgy jönnek a szerkóba, amit most nem lesz. Valós társad, egy borbé, egy csapat. Szerintem nagyon sok játékos, ugye nagyon sok játékos néz ki így, úgyhogy szerintem ez nem lesz nagy szerkó. Borosnak ígéretem borbé. Akarsz még kérdezni? Azt ne kérjétek, hogy hosszú szőke hagyja. Feljöttem, megnöveztem. Utolsó kérdésem lenne még a kommunikációt, illetően lesz valamiféle változás. Én tudom, hogy könnyebb beszélni sikerekről, de ennél az előző időszakban még azt tapasztaltam, hogy nem jöttek az eredmények, akkor úgy hallgatunk, és ez lehetőséget ad a szurkolóknak és a fantáziálásra. Tehát lényeg az, hogy valami nem úgy alakul a csapat körül, hogy eredmény, reagáljuk el minél hamarabb, ne tűnjünk el 2-3 hétre. Lesz a változás? Én a múltat nem méltatnám, a jövőre azt tudom ígérni, hogy mindenképpen lesz. Tehát remélem, hogy az elmúlt hetekben is talán érezhető volt, hogy szeretnék viszonylag intenzíven és őszintén kommunikálni. Törekszünk erre, és elkövetünk ennek érdekében én. Nektek kell megmondani, hogy tapasztalhatatok ebben minimális változást. Remélem, hogy fogtok. Tehát még egyszer, én a múltat nem minősíteném. Szeretnénk egy intenzív és őszinte kommunikációt, szívesen fogadjuk az észrevételeket, és igyekszünk majd ezeknek megfelelni. Nekem csak egyetlen egy kérdésem lenne még gyorsan. A Király Botondal kapcsolatban, akit amikor ilyen vasas mezben láttam játszani, akkor többnyire nagyon meggyőzött, viszont amire nem láttam játszani, hogy neki mit lehet tudni a sérüléseiről, a mentális állapotáról, stb. Mentálisan rendben van. Semmi gond nincsen. A Király Boti egy nagyon tisztességes, jó labdarúgó. Sajnos az elmúlt időszakban, ugye a tavalyi évet tekintve nagyon kevés mérkőzés van a lábában. Ugye a felkészülés során belevágott a munkába, valószínűleg ezzel összeegyezhetően, hogy nagy mencs hiánnyal rendelkezik, mi azért elég keményen elkezdtünk dolgozni. Sajnos nem bírt a combja, egy minimális izomsérülő szenvedett, most rehabilitál. Én úgy gondolom, hogy a Gámbinko személyében jó kezekben van, amint 100%-os lesz, addig majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Farkas Gyuri vagyok, igen, röviden. Tervezi a vezetés NB3-as csapat indítását. Valamikor a 60-as, 70-es években volt egy tartalékbajnokság, ami nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt. Óriási harc ment azért, hogy bekerüljön valaki a nagy csapatba. Úgyhogy ezt szeretnénk kérdezni. Köszönöm. Abszolút jó kérdés és kézenfekvő. Tervezzük. Konkrétumokat ezzel kapcsolatban nem tudnék mondani, inkább azt mondanám, hogy mi is célszerűnek tartanak. Tehát akkor egy olyan keretben, ahol sok fiatal van, ott ez abszolút szakmailag is indokolt lehet. Ahol ő a keret, ott abszolút szakmailag is indokolt lehet, mind a kettőnek megfelelően. Jelen pillanatban a 19-es csapatunk képezi ezt a tartalék csapat szerepkörnek a betöltését, de sajnos ugye, hogy csak a 19 év alattiak tudnak játszani. Úgyhogy ez kézenfekvő lenne. Nyilván most az elmúlt hetekben nem ezzel foglalkoztunk elsősorban, hanem a klubátvételnel, a csapatnak a megerősítésével, de hosszú távon szerintem indokolt lenne. Én úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban és ennek a szabályozásával kapcsolatban lesznek az MLS részéről is változások, de valóban indokolt lenne ez, úgyhogy folyamatosan meg fogjuk ezt vizsgálni, és szerintem lehet erre számítani, hogy ez egy akár be is következtetnánk az, hogy lesz egy ilyen tartalékában.
szóval nincs több kérdés, ugye? Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok ilyen sokan. Lehetőknek azt, hogy itt vagyunk együtt, a játékosokat nagyon sok sikert kívánunk vasárnapra. És nekem az lenne a kérdésem, hogy egyszer már csináltuk, talán emlékeztek rá, fáradt egy szurkolónként, hogy kiabáltunk egy kicsit. Egy portugál edzőt mellettem talán emlékeztek rá, és akkor jó kis kiabálást terveztünk, akkor most szerintem mutassuk nekik, hogy hajrá! Hajrá! Hajrá!